Üdvözöllek benneteket, én Révész János vagyok. Vegyetek részt ebben a mai műsoromban is. Úgyhogy üdvözöllek, Tibi. Köszönöm a látogatásodat, hogy itt voltál. Nagyon jó esett veled találkozni. Egy nagyon régi gyerekkori barátomról van szó. Az a helyzet, hogy azt akarom neked üzenni, hogy te nagyon jól tudsz angolul, és gondoltam arra, hogy mi vagy benne vagyok a Csaba Koppány kolostorokban kint keleten, és hát szerepeltem már az Aranytemplomban, oroszországi Lámazopa Rinpoche, amikor beszélt, akkor kitették nagy kivetítőre azt a hatalmas profétai festményt, és fölkértek, hogy tartsa konferencia beszélgetést. Hogyha van kedved, akkor lehet, akkor szeretném, ha te lennél a tolmács. Pontosabban szeretném, ha te vagy a tolmács. És fölmondok egy konferencia beszélgetést, és hogyha úgy érzed, hogy van kedved, akkor letolmácsolod. Mert itt a nézőknek megígértem már a múltkor, hogy a zenészemet bemutatom. Aztán gondoltjátok, délután 3-ra megbeszéltük, oda mentem öltönybe, leplatósítottam a kombit, a zenészem meg kitalált, hogy lakodalomba, tehát hazudozott össze-vissza, és akkor eljátszotta a becsületét. Itt megint vissza lehet térni arra, hogy őszinteség, becsület, tisztesség, az emberek nem tudnak együttműködni, úgyhogy, és ez okozza mindig a bukást. Tehát a lényeg az, hogy hadd örüljenek már kint keletem, a kolostorokban a lámák, a Rinpoche az miniszter. Így is értik az üzenetet, tehát nagyon jól látják, fölteszek nekik filmeket, meg festményeket, meg beírok. Ugye a moderátoraik azért veszik, amit küldök. Hát ott is azért benn van ám, ott ül ám a titkosszolgálat, tehát én ott vagyok az indiai aranytemplomtól kezdve, a kiotói, tehát Japánban a kiotói templomukban. Úgyhogy figyelik ezt a közvetítést, amit innen közvetítek, hát senki nem lett proféta a saját hazájában. Ugye hát, hogyha erre képtelenek itt a helyi tanítók, hogy amikor már ezerszer elmondtam, hogy a napból kiszáll egy aranyszínű fénymag, és a makettje az ország, az országházban látható, erre képtelenek, már nevetnem kell. És így sötétségben tartjuk a föld teljes lakosságát, úgyhogy nem csak a hazánkra vonatkozik ez, hanem a föld teljes lakosságára. Ezért sikertelen itt az egész. Hát ilyen hírekből azt hallom, hogy már legalább 6-szor volt itt élet a földön, aztán mindig tönkrevágtuk. Ez olyan, mint egy gyakorló pálya, ugyanis itt a lélek testben jelenik meg. Erről szólnak ám a piramisokban is a szarkofágok, ahol a lélek testet ölt egyik része. Ott is nehogy bedőljetek ám a kanyarba, hogy nem tudják, hogy miről szól a piramis, meg minden, hogy meg csak egy-két falfirka maradt ott, meg, de hogy nem pontosan tudják, levették ott már a tudást, rég elloptak onnan mindent, és a föld összeseire ez vonatkozik. Nagyon jól kiderítették, hogy itt fénymagokról van szó, meg olyan energialények repkednek a naprendszerbe, meg az univerzumba, akik értelmesek és képesek a teremtésre, tehát ezt azért már tudjuk. Tehát nem vagyunk itt egyedül, sőt, hát hatalmas nyüzsgés van, figyelik itt a föld légterét mindenfele. Most az én esetem az úgy volt, hogy nem csak a földi, általában 4, de van, vagy 7 titkosszolgálat figyeli, amiket én így beszoktam mondani, hanem hát az égiek is megfigyelik, ugyanis hát azért azt tudni kell, hogy aki egy médiumnak a lelkének árt, az nem úszhatja meg büntetlenül. Mert azt komoly sértésnek veszik az égiek. Nem véletlenül képeznek ki prófétát, illetve médiumot. A nagy... Hát ez egy nehézség. Szóval Tibi, neked azt akarom üzenni, hogy ha van kedved, akkor tartunk egy konferencia beszélgetést kelettel, és akkor te letolmácsolod. Én elmondom, hogy mi a helyzet, és akkor te, mint tolmács, elmondhatod, hogy ha van kedved, akkor velem tartasz. Csak mondom, nehogy úgy járak, mint a zenészemmel, mert ott is
úgy lehet mondani, hogy lesre futottam, úgyhogy nem volt őszinte és becsületes. Na most az ilyen embereket mind általában ki is elejtezem. Tehát nem érdemlik meg, nincsenek azon a szinten, hogy megértőek legyenek. Tehát egy zenészről van szó, akit én fel akartam tenni YouTube csatornára, de ő úgy gondolta, hogy fizessek azért, hogy ő zenél. Értitek? Tehát mulatságos, nem? Hát én viszem kocsival, én filmezem az üzletbe, és akkor még én fizessek. Vagy pedig a következő, amit ő gondol, mert nem árulják. Az ilyen emberek, akik hazudoznak, nem árulják el a gondolataikat. Tehát vagy pedig a következő az, hogy az APEC-tól fél, hogy esetleg látják, hogy játszik, és akkor mi van. Tehát azt azért tudni kell, elsősorban minden ember saját magának a legnagyobb ellensége. Ezt a tudatlansága okozza. És önmagának hazudik. Tehát a legtöbb ember önmagának hazudik. Na ebből ered a hamis ego. A külső beíródások, a sok negatív reklám, meg mindenféle, ugye karmában is van negatív, pozitív, azt azért tudjuk. Tehát ha jót teszel, akkor pozitív karmád van. Tehát a gonoszság, a gyűlölet, a düh, a harag, az mindig a szegénységbe fog levezetni. A jó indulat, hogy is mondjam, van-e olyan, hogy humánus hozzáll, hát azért a humánus meg a reál azért nem ide tartozik, de hogyha jó indulatúak vagytok, akkor mindig pozitív karmát gyártatok, akkor az a gazdagság irányába fog benneteket vezetni. Úgyhogy, de azért ne tévesszétek össze a mohósággal, a kapzsisággal, a vágyakkal, meg az élvezetekkel, mert az meg megint visszafordul. Tehát nagyon okosan kell lavírozni, hogyha az arany középútra, a megszabadulás útjára, a lemondás és a nem ragaszkodáshoz, nem ragaszkodással élsz, akkor az egy egészen más ösvény, az az arany középút, ezt a legnehezebb járni. Tehát az, amikor a megszabadulás útján jársz, az a legnehezebb, az csak egyedül járhatsz, így mint én. Úgyhogy is a rossz társulásokat pedig kerüljétek. Tehát a rossz társulás az mindig a szakadékba fog vezetni. És mindig éberen gondolkodjatok, a korona csakrából próbáljátok meg, és ne ösztöni szinten gondolkodjatok, jó? Tehát ne visek, tehát amikor rossz állapotban vagy, akkor már ösztöni szinten kezdesz el működni, és az kimerültség okozza, az energiáid lemerülnek, válasszad meg a táplálékodat, tehát az ízekre többet adjál, mint a, hogy is mondjam, mint az ételnek a mennyiségére. Nagyon sok szennyeződés ér bennünket, mondom, külső beíródásokkal, rossz társulásokkal és egyébben. És mindig magunknak ártunk a legtöbbet. Még egyszer elmondom, magunknak hazudunk először. Mert elhisszük azt, hogy mi okosak vagyunk, meg jó fejek, meg nagymerők, meg mindenek. És ne ítélkezz. Tehát ne ítélkezzetek, hogy a másik ilyen, olyan, meg amolyan, mert mindennek oka van. Tehát és véletlenek meg egyáltalán nincsenek. Tehát ilyen alapvető dolgokkal azért mindig legyünk tisztában. Múltkor eljött, hát itt rendeltem egy fuvarostól fát, aztán azt mondja, ki jön, megnézi itt a környéket, mondom, gyere nyugodtan. És eljött délután, körülnézett, és így ránéztem az emberre. Aha, mondom, nem haragszol, ha megmondom, hogy mi a karmád. Mondom, te tűzkarmás vagy. Kos, nyilas vagy oroszlán. Mondom, válasszál. Azt mondja, kos. És kérdezte az ember, hogy mi a fenéből tudom én ezt megállapítani. Hát mondom, látom a fejeden, alig van haj. A korona csakrádon túl sok a tűz. Ez a haragtól, a dűtől, a gyűlölettől, ez okozza igazából, túl sok benne ez a tűzenergia. Mondom, vigyázz, mert a könyököd, a végtagjaid, a térdettől lefele, és a homlokod a leggyengébb pontod. Tehát ott fognak érni elég komoly sérülések. És mondom, mivel hogy kos vagy, a skeleton a farkas, vigyázz a hirtelenségre, és ne engesd el az indulataidat. Ez vonatkozik az oroszlára is. Ezzel kell bánnatok egész életetekben. És elmondtam ennek az embernek, mi vagy kosa a horoszkópja. Minden horoszkópban van három szint, egy alsó, középső és egy emelkedett szint. Mondtam neki, hogy ezekre a dolgokra azért figyeljen oda. Táplálkozásban is ugye a tűzhöz mi tartozik, a P betűsök, paprika, pálinka. Most kettőt mondtam hirtelen, ami eszembe jutott. És az ember csak nézett. Úgyhogy
Jó megnézett magának, gondolta magába, beteszi a lábát, és kapásban megmondom a horoszkópját, meg a karmáját, így nagyjából így ránézésre, aztán meg is lepődött. Úgyhogy hát igen, a napatya is, az első két principium a víz és a tűz. Tehát nem véletlenül. Ugye ellenpárban vannak. Mindig elmondom, nehogy földi tábortűzre gondoljatok, vagy pedig ilyen pohárvízre, hanem ennek a fény formájára. Ugyanis a fény, amikor összesűrűsödik, abból lesznek azt nevezzük mi anyagnak, hogy így könnyebb legyen. Jó? Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!